Bajnoki és magyar kupa címvédő női labdarúgó csapatunk nemrég kanadai támadóval erősített. Keme Zurike korábban már légióskodott Svédországban és Izraelben is, azonban most először jár Magyarországon. A Ferencvárosnak viszont már van kanadai csapatsportolója, a jégkorongozók házi pontkirálya Brad Switzer személyében. Brett és barátnője Kori lassan 2 éve élnek Budapesten, így már vannak tapasztalataik a magyar fővárosról. Stábunk arra kérte őket, legyenek Kem idegenvezetői élete első budapesti sétáján. A helyszín Brették egyik először megismert kedvenc helye, a budai várnegyed és a halászbástya lett. Amikor először Budapestre jöttünk, megkérdeztem a srácokat, mit érdemes megnézni, és többen ajánlották kezdésnek ezt a helyet. Valóban fantasztikus a kilátás, hamar az egyik kedvencünk lett. Azóta már elhoztuk ide a családtagjainkat és a barátainkat is. Egyértelműen ez az első hely, ami eszünkbe jut a városról. Ezért hoztuk ide Unkemet is kezdésnek. Elsőként azt tűnt fel Magyarországon, hogy mindenki mennyire barátságos. Ezt úgy is észrevettük, hogy a nyelv nagyon nagy kihívás volt számunkra, de ebben is próbált mindenki segíteni, igyekeztek angolul beszélgetni velünk. A magyar egy nagyon kedves nép, a város is gyönyörű, a mérete és a forgalma hasonlít a nagyobb kanadai városokra, de egészen különleges a hangulata. Imádunk itt lenni már majdnem 2 éve. Nagyon szeretek a folyóparton sétálni, tényleg gyönyörű város. A vár, a parlament környéke mind nagyon szép. Amikor csak tehetjük, együtt is kijövünk. Ami az első tapasztalatokat illeti, Kem is a nyelvet említi legnagyobb kihívásként. A város és az első magyarországi benyomások viszont neki is nagyon szimpatikusak. Nem hittem a fülemnek, semmit nem értek belőle. Tudtam, hogy nehéz nyelv a magyar, és egyelőre nehéz elképzelni, hogy valaha érteni fogom, de legalább az alapokig jó lenne eljutni. Bare minimum. A várost viszont már most imádom. Ha csak ezen múlik, nagyon sokáig tudnék itt élni. Ha jobb idő lesz, biztosan sokszor kijövök, akár csak sétálni, ücsörögni. Várom, hogy jobban megismerjem az esti fényeket is. At night also. Városnézés közben Brett és Corey a magyarországi élet egy szintén nagyon fontos részébe, a magyar konyha rejtelmeibe is igyekezett beavatni Kemet. Ó, igen, az ételek, nekem nagyon bejönnek. Korinak viszont... Kipróbáltam néhány dolgot, és azért egyre több olyat találok, ami ízlik. A levesek mind nagyon jók. Igen, a gulyásról már hallottam. Igen, azt muszáj kipróbálni. De vannak még érdekességek, mint a hortobágyi palacsinta, vagy a paprikás csirke galuskával. Az elején én is aggódtam, hogy fog tetszeni, de nagyon sok mindent kipróbáltunk, és most már mondhatom, hogy nagyon jó a magyar konyha, ajánlom neked is. És mit ajánlanak még a turisztikai programok közül? Voltunk a Széchenyi fürdőben, ott van lehetőség este is fürdőzni. Naplementekor voltunk, és a külső medence fantasztikus ilyenkor. Bizony, oda a családommal is elmentünk. Úgy hallottam, nagyon sok különböző fürdő van Budapesten. Igen, jól felkészültél, és egy fürdőn belül is rengeteg a lehetőség, kinti és benti medencék, élményfürdők, semmiképp se hagyd ki. Már csak egy nagyon fontos dolog maradt hátra. Lássuk, milyen tapasztalatai vannak egy olyan kanadai sportolónak, aki másfél éve a Ferencváros sikeres tagja. Hatalmas klub a Fradi, nagyon sok különböző csapattal és szakosztállyal. A szurkolók fantasztikusak. A férfiak foci meccsein egészen lenyűgöző a hangulat, de a többi csapatnál is remek a tábor. Mindenki nagyon befogadó, sokszor halljuk, hogy a Fradi egy nagy család, és ez tényleg így van, mi is így érezzük. Elképesztő látni a klub történelmét és azt, hogy mindegyik csapat mekkorát küzd a győzelemért, a sikerekért. Lenyűgöző, hogy egy ekkora klub ennyire sikeres tud lenni. Mi már 2 éve nagyon boldog tagjai vagyunk a családnak, és téged is üdvözlünk, Kem. Köszönöm a sok tanácsot. Ha legközelebb jövök, már jó alapom lesz a városnézéshez. Jó volt belepillantani, milyen csodás helyre is érkeztem, és úgy érzem, még nagyon sok megismerni való van itt. I know there's a lot more though. Mi is üdvözöljük Kemet a Fradi családban, és kívánjuk, hogy minél több győztes pillanatot élhessen át a Ferencváros sportolójaként.